Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy olyan varázslatos ifjú hölgy lesz a mai vendégem, akire abszolút illik Ancsel Éva gyönyörű gondolatsora, hadd idézzem fel önöknek. Idol az egyszerűségben is, ami mértéksűrítő érvényű jelenség, közösségtapasztó ember, aki létével összegez, új utakat nyit és előre jelez. Ferenczi Nagy Bogi, szia Bogi! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Nos, tehát, ahogy mondtam, egy varázslatos és rendkívül komplex személyiség vagy. Egy kicsit evezünk a mélyre, és induljunk el az elejétől, hiszen azt már tudjuk, én azt gondolom a székesfehérváriak tudják legalábbis, hogy már töpörtyű kicsilány korodban, 3-4 esztendősen szavaltál otthon, és persze az óviban is élen jártál ebben. Honnét jött az indítatás? Miként emlékszel vissza erre az időszakra? Fúha, hát indítatás szinten nehezen tudom felidézni ezt az időszakot. Egyébként nagyon kellemes éveim kötődnek az óvodához. Én akkor azt hiszem, hogy nagyon inspirált voltam kisgyerekként, azért is tudtam így ilyen egyenesen elindulni ezen az úton. Azt, hogy hogyan sikerült már ott rátalálnom így ezekre a művészeti ágakra, a versmondásra, a versírásra, nem tudom. Azt hiszem, hogy ugyanaz a belső motiváció mozgathatott, ami azóta is, hogy megtaláljam az önkifejezés legegyértelműbb módját. Igen, mert azt nem is mondtam, hogy ezeket a verseket ráadásul te írtad. Mit gondolt erről apanya? Szerencsére már akkor is nagyon támogattak. Helyes. Viszont a verseny az benne van a véredben, hiszen jószerivel már általános iskolás korodtól folyamatosan megmérettetted magad. Ez miért volt fontos akkor? Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember folyamatosan visszajelzést nyerjen önmagáról, és ilyen szempontból én az efféle versenyeket tartom a legtisztább visszajelzésnek, mert ott szól bele a legkevésbé az emberi tényező. Tehát ott azt hiszem, hogy egy tényleges véleményt kaphatunk arról, amit leteszünk az asztalra, és nem szól bele semmilyen külső érzelem, nem szól bele elfogultság, szeretet. És nekem nagyon fontos volt, és most is nagyon fontos, hogy olyan visszajelzést kapjak, ami a reális valómat tükrözi. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a fő motivációm a versenyek iránt. Ami ott a világ, a művészvilág a te igazi otthonod, ez ideje korán eldőlt. De valójában mikor? Mikor gondoltad úgy először, hogy a vers, a zene, hiszen zeneiskolába járt, erről majd fogunk beszélni, tehát hogy jutottál el Csukás István Sün Balázsától az igazi mai Bogig? Amióta emlékszem arra, hogy csinálni szeretnék valamit, az mindig a művészethez kapcsolódott. Tehát egy első álmom is az volt, hogy a művészettel foglalkozzak, és az utolsó ilyen vágyam is az volt, amire emlékszem. Szóval nem nagyon merült fel más, és azt hiszem, hogy onnantól kezdve, hogy az ember elkezd ebben kutakodni és felfedezni önmagát, kialakul egy olyan személyiség, vagy egy olyan összetétel, ami meghatározza, hogy mi lesz az ő útja. Én ezen még mindig formálódom, azt hiszem, és még mindig járok rajta. Akármennyire is azt érzem, hogy most olyan helyen vagyok, ami nekem való, még mindig nem tudom, hogy mi a végcél. Tehát még mindig úgy érzem, hogy az út megvan, de az úti cél az még mindig nagyon változó és képlékeny. Az nagyon gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy számtalan művészeti ágban, hiszen még a zenében is fuvoláztál, tanul gitár, a zongora kell, az egyértelmű. Mondjuk a hangszerek közül csak a fuvola volt, amin elmélyültem, de igen. De ki volt, aki megerősített ebben? Beszéljünk olyan tanárokról, akik segítettek abban, hogy azt az utat járd, amit te magadnak meghatároztál. Ha tanárokat kell említeni, akkor mindenképpen megemlíteném a volt fuvola tanáromat, Lit Zsuzsannát, aki nekem egy nagyon inspiráló személyiség volt, és iszonyatosan szerettem, azt hiszem, nagyon egymásra találtunk, és miatta is volt az, hogy egyáltalán a fuvolát azt egy alapvizsga szintig tanultam, és tényleg szívvel, lélekkel nagyon-nagyon szerettem. Egyébként mindig támogató tanárokkal találkoztam, és azt hiszem, hogy a legtöbbet ilyen szempontból a legutóbbi gimnáziumi tanáraimnak, a vasvári tanáraimnak köszönhetek, akik 100%-ig mögöttem álltak minden tevékenységben, amit csak csináltam, és ott tényleg egy olyan támogatást és egy olyan inspiráló közeget éltem meg, amiről nem is gondoltam, hogy iskola képes ilyet adni. Tehát az, amikor az egész osztályom eljött megnézni a Fehérvár hangját, vagy az, amikor az igazgató úr és az osztályfőnököm az összes versenyemben megnéztek engem, az egy
tehát ez egy leírhatatlan élmény, amikor azt érzi az ember, hogy az a közösség, aki folyamatosan vele van, akivel a mindennapjait tölti, ők ilyen szinten támogatják. Azt hiszem, hogy az a legnagyobb inspiráció és a legnagyobb támogatás, a legnagyobb löket, amit csak lehet kapni. Igen, Telekisből lettél vasvár is, mint én például, de ez egy másik téma. No, de a versírás, a versmondás kézenfogva járt a színjátszással, hogy megszeretted a színjátszást is? Igen, azt hiszem, mondhatjuk, hogy kézenfogva járt, vagy minden területet igyekeztem folyamatosan szinten tartani, vagy hogy mondjam, mindegyikben azért kicsit így kutakodni, meg előrelépni. És egyébként magában a színjátszásban volt eddig a legkevesebb tapasztalatom, annak ellenére, hogy ez az a terület, amit úgy főleg szeretnék majd a későbbiekben csinálni. Persze, azért ebben is volt alkalmam megpróbálkozni, de ha összehasonlítanánk, akkor talán a versmondással sokkal többet foglalkoztam, vagy a zenével. Voltak, vannak példaképeid, hiszen itt a versmondásról kérdezlek, hiszen most ez kerül majd rövidesen reflektorfénybe, annál is inkább, mert hogy azt nagyon is jól tudjuk, hogy például a versünneptől az első pillanattól kezdve ott voltál, viszont már általános iskolában is mondtál verset. Voltak-e olyan, tehát tudatosan választottál-e például költött stílust magadnak? Nagyon szép lenne azt mondani, hogy igen, de szerintem nem volt soha ilyen koncepcióm, vagy nem azt mondom persze, hogy nincsenek példaképeim, de nincs egy olyan valaki, aki felé folyamatosan tartanék, mindig igyekszem megtalálni a környezetemben lévő példaképeimet, és hát persze tudatos volt a versválasztásom valami miatt mindig, nem véletlenszerű, de nem volt egy felépített koncepcióm arra, hogy most hogyan akarok haladni. Mindig, akit éppen, amilyen költőt éppen közel éreztem, az ő versei között kezdtem el nézegetni, de volt, hogy nem is találtam ki előre költőt sem, csak ötletszerűen kinyitottam a verses köteteket, és vagy téma volt a fejemben, vagy hangulat, ami felé húztam, de nem mondanám, hogy koncepcióm volt rá. Vagy, szóval ez olyan fél tudatos választás, inkább ezt mondanám. És a versírás mennyiben kapcsolódott a vers választásaidhoz, hiszen a verseid mélységet tükröznek mindenféle értelemben, hiszen a 21 gram akusztik dalaiból bárki, aki meghallgatja, az nagyon is tisztában van vele, hogy miként gondolkodol. Tehát ez egy kicsit, én azt azért idéztem egyébként Ancselévát, hasonlítasz rá valamilyen formában, Lackfira nem különben, és akkor a többieket ne is hadd ne említsem. Tehát ez tudatos volt, hogy abszolút ízig-vérig 21. századi dalszöveg, ami mégis kellően mély ahhoz, hogy mindenki megértse? Ez ilyen formában viszont tudatos volt, vagy legalábbis nekem ez célom volt egy ilyen irányvonalat elkezdeni, vagy ezen elindulni, és még mindig keresem a nyelvemet ebben a dalszövegírásban, meg a versírásban, bár a verseimet azokat még ugye nem publikáltam sehol, úgyhogy azokra nehezebben tudok hivatkozni. De igen, a dalszövegeknél ez egy abszolút tudatos törekvés volt, hogy megtalálni azt az irányvonalat, ami megfelelő vezete mondjuk az intellektuális versírásnak, illetve szövegírásnak, az érthető, a populárisnak is ezzel egyidejűleg, közben mélysége is van. Szóval igen, ezt igyekeztem megtalálni azt a nyelvet, ami én vagyok. Igen, egyébként én azt gondolom, hogy nagyon is publikálásra méltóak, akár a zenei szövegeid is, hiszen azok fantasztikusak. Ebből most nem fogunk hallani, most viszont egy dalt fogunk meghallgatni. Én azt mondtam, hogy egy olyan dalt, amire bizonyára emlékszel, ugyanakkor nagyon-nagyon keveset, méltatlanul keveset játszottuk, hát eltelt 3 esztendő. Mióta ezt elénekeltettek, egy bizonyos helyen, egy sarokban, mi pedig felvettük. Nézzük meg! Csendben mondom, hogy ne hallja senki más, ez egy régi szarrányit vallomás. Tudom, hogy réges-rég nem titok, de egy nyílt titkot is csak kimondhatok, hogy szerettelek. Egy örökös, mégiscsak új mese, itt elhagyott, sosem volt
kedvesek, foszlányok fecnikre írt sorok, mutatják, milyen bolond vagyok, mert szerettelek. Azt hittem szeretni mindig szép, most száz meg száz álomból szerte szép. Nem hiszek a bús mesékben. Elesni, felállni, újra keresni, ezt szokta az ember. Örökké keresni, keresni a szépet a bús mesékben. Hittem sorsunktán összeér, egy dallamért nem kár egy szép ügyért. Ez a rongyosra forgatott gondolat elkopott, egyetlen szó maradt, hogy szerettelek. Kezdeten nem is volt s vége lett, egy elképzelt betűre ékezett. De mit ér egy céltalan szó halom? Láthatod, nincs is mit mondanom, csak szerettelek. Azt hittem szeretni mindig szép, most száz meg száz álomból szerte szét. Nem hiszek a bús mesékben. Elesni, felállni, újra esni, ezt szokta az ember. Örökké keresni, keresni a szépet a bús mesékben. Azt hittem szeretni mindig szép, száz meg száz álomból szerte szép. Nem hiszek a bús mesékben. Elesni, felállni, újra keresni, ezt szokta az ember. Örökké keresni, keresni a szépet a bús mesékben. Csendben mondom, hogy ne hallja senki más, ez egy régi már szarrányi vallomás. Tudom, hogy réges rég nem is csak kimondhatod, hogy szerettelek. No, kérem szépen, szinte napra pontosan 4 esztendeje hangzott fel ez a dal, mégpedig Csíkcsomortánban a verstáborban, és ugye a partnere Török Máté volt, a Misztrál együttes nagyszerű barátunk. Nos, hát ha már egyszer itt vagyunk, igen, a verstáborba, Csíkcsomortánba a versünnepen keresztül vezet az út. Az első pillanattól kezdve már, mint középiskolás korodban ott voltál a versünnepen, és én azt gondolom, hogy az mindig inspiráló, ha valaki egy ilyen versünnepen megtanulja a versmondás csínyát, bínyát, ládas olyanoktól, mint Kubik Anna, ugye? Mit adott neked a versünnep? Rengeteg mindent, nem is tudom most hirtelen összeszedni. A versünnep azt hiszem, hogy több aspektusból nézhető. Van egy szakmai oldala, ami szintén iszonyatosan sok mindent adott. Nagyon értékes tanárokat, nagyon értékes tanácsokat, rengeteg visszajelzést, fejlődési lehetőséget a verstáboron keresztül is, meg már itt is. És van egy emberi oldala, ami pedig egy olyan közeget adott nekem, amit azt hiszem, hogy egész addig életemben kerestem. Tehát végre olyan emberek közé kerültem, akikkel kölcsönösen inspiráltuk egymást, akikkel megértettük egymást, akik hasonlóan gondolkodtak hozzám, és én már egészen azt hittem, hogy ilyen közeg nem is létezik. Úgyhogy, hogy akkor mit adott? Hát azt hiszem, hogy akkor ért az életem arra a pontra, hogy ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy feladom azt, hogy megtaláljam a társaimat. És akkor valahogy megadta nekem ezt a menedéket, és azt mondta, hogy igenis létezik az, amit keresek. Úgyhogy leginkább azt mondhatom, hogy motivációt adott ahhoz, hogy tovább folytassam.
kiteljesedt, ezt én tanúsíthatom, hiszen végigkísértem a versünnepes vers táboros Bogi fejlődését mindenféle értelemben és módon, felnőtté válását, ha úgy tetszik. Bár te felnőttként gondolkodtál, mai igazi 21. századi felnőttként végig. Hiszen, és ismét egy Ancseléva neked hoztam, a tehetség olyat csinál, amit a másik nem tud, az Isten áldott a tehetség pedig olyat, amit a másik el sem tud képzelni. Most hát ebből volt bőven alkalmunk meggyőződni. És akkor most egy kicsit a Fehérvár hangja, hiszen ez volt a bevezetése annak, hiszen remek hangod volt, nagyon is jól tudtuk, hogy előbb-utóbb a 21 gram akusztik is elindul a maga útján, hiszen már volt a Füles-Bagoly tehetségkutató, egy csomó minden, ami elkísért az utadon. Beszéljünk erről a csapatról, hiszen ezt te hívtad életre, te írtad a dalokat, és ráadásul rendkívül sikeresek voltatok. Igen, nagyon-nagyon hálás vagyok a srácoknak azért, hogy ezt a két évet együtt töltöttük. Nagyon értékes volt, és nem is tudom, hogy volt az életemben még ilyen intenzív időszak, mint az a két év, tehát akkor gyűjtöttem talán a legtöbb élményt és a legtöbb tapasztalatot, nagyon sok mindent tanultam és tanultunk szerintem együtt. Mindeközben pedig lehetőséget adtak arra, hogy valahogyan kifejezzem a gondolataimat és emberek elé juttassam, amiért szintén iszonyatosan hálás vagyok ennek a csapatnak. És nagyon sajnálom, hogy már nem dolgozunk együtt, mindeközben pedig úgy érzem, hogy ezért is megérte, és egy percig sem bánom, hogy így alakult, ahogy alakult. Nem tudom, mit mondhatnék most róluk. Világos, utána megmérettettél, tehát a Fehérvár hangja 2017-es győzelmed, az tulajdonképpen arról beszélgettünk Vörös Tamással, hogy ez papírforma volt. Mert hogy nem tudtuk elképzelni. Ő is megmondta előtte, de nyilvánvaló, hogy hiszen ő már tudta, hogy te mit tudsz, ha úgy tetszik, és hát tetszett is. A Fehérvár hangja az miért volt különleges? Hiszen akkor még volt a 21 gram akusztik, és ahol te arról beszéltél, hogy nagyon sokat írsz továbbra is, hiszen kiteljesedtél, ahogy beszéltünk róla, mindig mondtad, hogy a Szabó Balázs band, banda zenéje inspirál, és akkor megismertünk egy másfajta Bogit, ami már alűröktől mentes volt, abban az értelemben, ahogy ezt egy énekesnél gondoljuk, és egy teljesen más stílust is. Igen, én a Fehérvár hangjának azt hiszem, hogy ezt a lehetőséget köszönöm a leginkább, hogy megmutathattam egy olyan oldalamat, amit nem lett volna lehetőségem nélkül megmutatni, és valami más tudtam ahhoz képest nyújtani, amit mondjuk a zenekarral csináltunk. És talán ebben volt szándékoltság a részemről, hogy oda valami egészen mást vittem, mert szerettem volna igenis úgy is megmutatkozni, ahogyan a zenekaron kívül tudok. Igen. De ez bejött mindenféle értelemben. Hát is most már, hogy azt akkor kell mondjam, hogy igen. Akkor már egy másodpercnyi kétséged volt a felől, hogy a te utad a színművészet felé vezet. Mondom ezt azért is, mert hiszen arról nem is beszéltünk, hogy Matuz Jánosnak is nagyon sokat köszönhetünk mi a város, és ti is, hiszen a két, talán felesleges azt mondanom, hogy fontos ünnepünkön, de március 15-én és október 23-a is nektek köszönhetően az valóságosan olyan volt, mint ahogy ma meg kell idézni. Méltóság volt, de azzal a fiatalos lendülettel és mélységgel, amit szerintem csak Matuz tud. Ezzel teljesen egyetértek, és most így, hogy belegondolok, kicsit rosszul is érzem magam, hogy nem említettem meg Jánost, amikor itt a tanáraimról volt szó, csak őt valahogy nem asszociálom a tanár szóhoz, és nem is jutott eszembe mondani. Pedig rengeteg mindent köszönhetek neki, mert az ő személyiségén és csapatán keresztül is annyira sokat tapasztaltam, amit el sem tudtam képzelni azelőtt. Meg azt hiszem, hogy mi nagyon értékes dolgokat alkottunk együtt, vagy az ő alkotói személyisége és olyas valamire inspirált, amit addig nem ismertem magamból, és amiket a Gorziumban létrehoztunk, amilyen dalokat az ünnepségekhez írtam. Hát ez mind neki köszönhető, és neki is rengeteget köszönhetek abban, hogy egy lépéssel közelebb kerültem önmagamhoz. Ugye a terveid között már ott volt természetesen a Színművészeti Egyetem, és ugye ez elsőre nem jött össze, de nem azért, mert hogy nem jött össze, hanem teljesen más oka volt. Egy pillanatig sem gondoltad, hogy feladod? Nem gondoltam, hogy feladom. Az semmiképp. Viszont azon elgondolkodtam, hogy biztosan jó helyen
keresek-e. Most ezt nem tudom egészen egyértelműen megfogalmazni. Egyre inkább felmerül bennem az a kérdés, hogy a színházon belül valóban a színművész-e az a definíció, ami rám illeni fog valaha, és egyre inkább azt gondolom, hogy talán nem. És most azt keresem, hogy akkor vajon mi. Szóval én nagyon-nagyon örülök annak, hogy akkor nem sikerült, és most újra megpróbálhattam, és azt hiszem, hogy most egy olyan szakot találhattam meg, amire nekem tényleg mennem kellett, és ami sokkal tágabb és sokkal több lehetőséget biztosít. Úgyhogy most azt remélem, hogy valaha színházi alkotó leszek, azt, hogy milyen formában, azt nem is tudom meghatározni. Körülbelül egy hónapja rólad beszélgettünk. A Színház büfében csináltam egy interjút Horváth Csabával természetesen, aki egy egészen különleges személyiség, és nagyon sokat köszönhet neki a Vörös Marti Színház, meggyőződésem, hogy az a fajta fizikai színház, az a mozgásra épülő fantasztikum, ami az ő sajátja, nagyon sokat segített abban, hogy a Vörös Marti Színház ilyen darabokkal rendelkezik, és ilyen népszerű napjainkban. És ő azt mondta, nem titok, hiszen miért is lenne titok, hogy a csillagos ég a határ nálad. Ugye a fizikai színházról tudni kell, hogy ugye Asher Oszkár segítségével valósította meg ezt az álmát a Horváth Csaba, és a világon senki nem hitt benne, ma pedig már itt a színházban is, tehát azt mondom, hogy a Krisztik Csabáék vonulat, az többieket, Andrássy Mátékat, hadd ne soroljak fel mindenkit, de tehet arról, hogy ma már elismert, sőt, mindenki oda vágyik. Tehát akkor úgy is érthetem, hogy ilyen értelemben nem bánod, hogy a betegséged nem engedte meg, hogy az első felvételit sikerüljön. Egyáltalán nem bánom, és most én nem is vagyok biztos benne, hogy a betegségem nem engedte meg. Most azt gondolom, hogy egyszerűen nem volt annyira nekem való, mint amennyire azt akkor gondoltam. Igen, mert ha Istent meg akarod nevettetni, mesélj neki a terveidről valamilyen szinten. No, igen, és akkor, de most akkor mesélj nekem a terveidről. Milyen gondolatokkal indulsz neki szeptembertől? Hát nem mondom, hogy nagyon konkrét terveim vannak. Hát nem is tudom most ezt az 5 évet, hogy képzeljem el, mert nyilván még egyáltalán nincs abban tapasztalatom, és nincs fogalmam róla, hogy vajon mekkora teret fog adni az egyetem, hogy mennyire fogok tudni ott, hogy mondjam, önállóan bármit kezdeni. Úgyhogy az az egy biztos, hogy ott leszek a Színművészeti Egyetem fizikai színház szakán. Remélem, hogy ott nagyon sok mindent fogunk csinálni, és olyan lesz, amilyet várok, bár nem várok annyira semmiért, inkább azt mondanám, hogy izgatott vagyok ezzel kapcsolatban. Ezen kívül pedig, ha lesz lehetőségem, akkor nagyon szeretnék zenei projektekbe is belekezdeni, keresni ebben társakat, meg úgy megtalálni azokat az embereket, akikkel tudok együtt dolgozni, és nagyon örülnék, hogyha az írásra is jutna időm, és egy kicsit azt is tudnám előtérbe helyezni, de mondom, ez mind azon múlik, hogy mennyire lesz lehetőségem az egyetem mellett bármi más csinálni, és ha nem lesz, még akkor is elégedett leszek. Szurkolunk neked, és ráadásul itt hagyod nekünk a tesódat, aki már felnőtt. Néhány napja találkoztunk, alig ismertem meg, hiszen megnyúlt, hát és ráadásul ő is különleges tehetség, úgyhogy én bízom benne, hogy nem maradunk Ferenci nagy művészet nélkül, és ez így van rendjén. No, hát milyen terveid vannak még a nyárra? Ezt hadd kérdezzem meg. Van egy olyan nagy reményem, hogy talán még a nyáron össze tudok hozni valamilyen kisebb zenei manővert, amit sikerül a nyáron lezárnom, és hogyha sikerül folytatni, akkor folytatódik egyetem mellett, ha nem, akkor nem. De erről azért is nem szeretnék még nagyon beszélni, mert nem biztos, hogy ez meg fog valósulni. Nagyon szeretném, hogyha a nyárban is tudnék még egy kis hasznos időt teremteni, és foglalkozni például a zenével. Ezen kívül más tervem nagyon nincs. Rendben. Hát én azt kívánom minden székesfehérvári nevében, hogy minél több sikerről olvashassunk és láthassunk téged. Azt hiszem, nincs kétségem felőle, hogy ez így lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm magad. Szépen. Köszönöm. Kedves nézőinknek, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ferenci Nagybogi volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.